És elkezdődött a mérkőzés, kedves tévénézőink, kedves szurkolóink. A Beregvidék itt hol fogadja a kárpáti Volovec csapatát, piros-fehérben elegánsan a Beregvidék. Kalapács Igor, beadja a labdát. De nem, Hurka, most add le, Lukásuk lő egyet és felé! Egy tízzel fölé ment, ha ez jobban leszorítja, ez már bent van, és vezetünk egy 0-ra egyenlőre. 5. percet fogjuk megszorongatni, és 0-0 az eredmény. Ez az a csapat, a Volovéci csapat, amik a télen a Kárpátalja kupában döntetlent játszottunk, és 11-esekkel alul maradt a Beregvidék. Teple a leglassúposan, lő egyet, teple, kapufa! Óriási! A 9. percen Teplej Alex, Árkiz elcsípi a labdát, Gécinél a labda. Nálunk a labda, nálunk a támadás. Géci beemeli hosszan Picur felé. Picur belefejel, ott van, és nincs benn! Második óriási helyzet, 3-at kihagyunk, mi fogunk gólt kapni. Ramaga! De elcsípték, és Lukásuk, Lukásuknak, még mindig Lukásuk, most adja a labdát, Szergejev, lő egyet, így gól! Szergej! Gólszerző! Szergej! Gólvarota, Gesztyé zabivájt, игрок под номером 7, Сергеев, Сергей, 1-0. Гейци, Лукашук. Ай да гёнёрё, Калапач, Искутский. Пицур, вот ван ла, Пицур, Калапач. Сергеев, лёв, едет, иш гол! Сергей. 2-0. Сергеев, Сергей, 2-0. 2-0-ra vezet a Beregvidék. Jó a hangulat, jó játszik a bajnok. Hajrá Beregvidék, hajrá Beregszász. 2-0 a 15. percben. A kutya meghűlt, nem ugat, Kornotyák pedig lágyan elindítja Sarkist, és elmegy Sarkist jobb oldalon. Vajon utoléri-e Sarkist? Beadja a labdát rögtön, és ott van a kis Kalapács. Kalapács, és gól! Igor Kalapács, 3-0. 3-0-ra vezet a Beregvidék, és ez csak az első félidő eleje. A bajnok úgy játszik, ahogy egy bajnokhoz illik. Hajrá Beregvidék! Szeverencsuk a 4-essel, Sarkist van előtte, kapura fog lőni, Krasovski, nekez csemege, óriási kidobás. Olyan szépen elkaptam. Krasovski nagyot védett. Szépet védett. Nem volt erős, kiment volna a labda, innen úgy látszott, de biztos, ami biztos, beleért, szép vetődést láttunk a kapustól. Andrei Krasovski szögletre mentett. Lukásuk, Kalapács. Várj, de gyönyörű! Lukásuk, Picur! Ott van Picur is, utolérje Picur, és ott van Picur, és lőj egyet, és gól! Gól! A 28. percben, Román Picur. Román Picur. 4-0. Голворота команды гостей забивает Роман Пицур, номер 9. Hajrá, Beregvidék! Aki nem tudná, még mindig az első fél időben vagyunk. Óriási! Picur 4-0. Jó, szabadrugás. Fölé. Ezt érezte Krasovski is. Szép nagy lövés volt.
Sisov Jevgenyitől, de fölé ment. 10 perc. Géci. Nagyon jó, Lukasuk elment, ott van Lukasuk, ott van az öt és felese. Lukasuk Vlagyimir, és beadja a labdát, és berúgjuk. És nem adja meg, mert kiment a labda. Atya, úristen, milyen gyönyörű gólt láttunk, amit nem számolnak be. Igen, megcsutozott az utolsó pillanatban Vlagyimir. Jaj, de szép volt. Nem láttuk az ötödiket, pedig kell az ötös gyerekek. Szergejev, Szergej! Szergejev, Szergej! Ott van! Csinál egy cselt, elmegy Szergejev, még mindig ott van! Beadja a labdát, és ott van Picur is, ott van Picur is! Atya úristen! Picur nem lövi be az ötödiket. A kérdés, a nagy kérdés, hol van az ötödik gól? Ez a nagy kérdés. Ki fogja már berúgni azt az ötödik gólt? Földre kerül egy játékos, Szergejev megy, szerelni nem sikerül. Kalapács nála a labda, Erigy Igor, Eli Kalapács, és ott van Picur, Kalapács, még mindig nála a labda. Na, lesz belőle valami, Kalapács, egysel. 11-es. 11-es harcolt ki Kalapács. Dmitri Sarkis, номер 13, счет 5-0. Lukasuk észreveszi Hurkát, Hurka mit csinál? Körülnéz, körülnéz, elindul egyedül, körülvegyet kapora, óriási! Hát innen azt hittem, hogy bemegy, hát ezt meg lehet nézni lassítva. Hurka nem gondolkozott, ballal óriásit lőtt, és azt hittük, hogy bemegy a hálóba. Valami, hát éppen, hogy csak átment a kapufán. Lukasuk, 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 áááá! És elmegy Kalapács Igor, elmegy Kalapács Igor, elmegy Kalapács Igor, elmegy Kalapács, gól! Kalapács! 6-0! És ez mindig csak az első fél idő. Hajrá, Beregvidék! Номер 6, Игорь Калапач. Второй гол. 6-0. Ez csak azért van, hogy emlékezzenek, hogy találkoztunk először, és hogy találkoztunk másodszor. Hajrá, Beregvidék! Lomága harcolt, és ott vannak, Kozel, és elmegy a védő. És Kardos védett egy óriási! Bravo, Kardos! Óriásit védett Kardos, és ez volt talán az első egyetlen olyan nagy helyzete a Volóc csapatnak, ami góllá tudták volna váltani, de nem sikerült. Szárkisznál a labda. Beadja a labdát, ott van a kapuson, átszáll a labda, és ott van, és ott van, és ott van Lukasuk. Lő egyet, és ott van, és mellé! Szeles kapufába lövi a lábát, de nem a labdát, szöglet. Óriási pillanat megint a vendége kapujáján, a Szárkis szára fogja beadni a szögletet, száll a szöglet befele, a kapus ott van, mindenki ott lesz, mint a kihagyja! Slivka! Slivka csinálja a cirkuszt. Slivka csinálja a cirkuszt. Csak le kellett volna fejelni. Hát biztos valami bolond gólt fog lőni Slivka. És elment, elment Szeles, most add be a labdát, Szeles, most add be azt a... labdát, és nem adja be, és ott van, és elveszik a labdát. Egy taktussal hamarabb kellett. Óriási lövés is a labda, elszáll a felső sarok fölött. Bogdan Smiszko ijesztette meg, és állította meg a vérkeringést. 150 ember szíve körül. Földön maradt egy védő. Sisov Jevgenyi orvoskérnek görcsöt kapott a lába.
Bogdánsz Miskónak ezt be kellett volna varni. Lukasuk, és bele a kapusba! Micsoda helyzet volt megint, Lukasuk finoman elment, mindenki megállt, lefagyott, Lukas ment, mint kés a vajba, és azt hittük, hogy átemel ide, ő lőtte, és a kapus nem tudott mit csinálni, szétette kezét, lábát, itt vagyok, és belerúgta a kapusba a labdát, kirúgásra folytatódik. Lukasuk Vladimir, hosszan szökteti magát, ott van, és ki van, Miskó, belebeli kapu, nem, oldalháló, atya úristen, megint micsoda helyzetet dolgozott ki, nehezen jön a hetedik gól, de mi mindannyian várjuk. Nehezen érkezik a hetedik gól, de mi mindannyian várjuk, azért vagyunk itt, hajrá Beregvidi! Az idő is szinte megállt, hogy berúgjuk a hetedik gólt. Nagyon kellene, eddig 10-et kaptak a vendégek. Nem volt valami. Ott van Sarkis. Szeles! Hova adja a labdát? És kiemelik a labdát. Gól! Nem adja meg a bíró. Magas láb, jelszaván, Slivka. Már rúgtunk 2 gólt, amit nem adtak meg, de hát mindegy. Marad a 6-0, nehezen jön a 7. gól. Orvost hívnak. Rostislav pedig bele bombáz, kalapácshoz jön a labda. Finoman leveszi kalapács, és elmegy kalapács. És ott van kalapács, és beadná a labdát, de kinek? Mindenki kihagyja. Sarkis lő egyet, és azt is kiadják. Atya úristen! Nem engedik a 7. gólt. Csak be kellett volna emelni Miskónak, és nem megy. A felhő egy pillanatra megáll fölöttünk, de reméljük kitisztul az ég, mert a játékosoknak, az edzőnek és mindenkinek tiszta a feje. 6-0-ra vezet a Beregvidék, a gólokat Szergejev 2-t, Kalapács 2-t, Sarkis 11-esből és Picur lőték a 6-ot. Andzifik 4-et rúgtak. Vége! Со счетом 6-0 команда Берегвидей выигрывает 4-й тур у команды Карпаты Воловец. Сергеев 2, Колопач 2, Саркис и Пицур. Спасибо, ребята!